Először is én a Yoga Mea stúdióból jöttem, ami a Mártirak út 69-ben található. Ketten dolgozunk ott, Kozma, Tímea és jó magam. Itt Timi kikötötte, hogy egy picit beszéljek arról, hogy számunkra ez nagyon fontos. Talán úgy derül ki jobban, hogy mennyire fontos, hogy nem ez a főállásunk, viszont így is foggal körömmel ragaszkodunk ahhoz, hogy ezt csináljuk minden nap. És az lenne az igazi álom, hogyha ezt tehetnénk 0-24-ben naponta. Tudom, hogy sokan ellenérzéssel vannak a jóga iránt, mert az a kettő kép él általában az emberek fejében, hogy a jógi az vagy az, aki tarkopaszra borotvált fejjel meditál egy ágyékötőben, vagy a másik, aki ilyen a háta mögött összekulcsolt lábbal pózol valami szép tájon. De picit talán távolodjunk el ettől a dologtól. Hogy is fogalmazzak. A jóga eredetileg egy nagyon férfias dologként indult, és mondom, hogy miért érdekes az, hogy aztán Európában és Nyugatra már egy szinte csak nők által végzett tevékenységgé vált. Ez abban is rejlik, hogy milyen egy keleti férfi és egy nyugati általunk ismert férfias férfi. A jóga két dologgal foglalkozik főleg. Van ez a szellemi, spirituális rész, amivel lehet foglalkozni, amit el lehet érni, ami jót tesz a lelkünknek. És van a testi része, ami szintén lehet sokféle, akik ilyen kitekert pózokat csinálnak, ők általában az ízületeik teljes figyelmen kívül hagyásával dolgoznak. De beszéljünk egy kicsit a testi részéről a jogának, amit én is csinálok, főleg. Tegyük hozzá, hogy nekem is volt hasi műtétem, rossz a térdem, nagyon régóta a tánc miatt, és én így kezdtem el jogázni, és úgy kezdtem el jogát oktatni, hogy nekem 2 hónappal előtte volt egy hasi műtétem. Majd elkezdtem jogát oktatni, és elmentem jogaoktató képzésre, ahol fekvő támaszoztunk napi 9 órát. És emellett boxolok, tehát, hogy ezt így próbáljuk összeadni. A jóga testi része az háromféleképpen javíthat az embereknek a fizikai állapotán. Az endometriózis nyilván nem fogja megszüntetni, nem fogja megelőzni, mint ahogy a doktornő is mondta, hogy nem tudják, hogy mitől alakul ki. Nyilván nem fogja megelőzni azt, amit nem tudunk, hogy miért alakul ki. Ez a három dolog. Egyrészt a vázizomzatunk lehet olyan erős, hogy akár még 80-90 éves korban is normális ízületekkel tudunk működni, tehát a bilaterális izmaink, amik mondjuk az ízületeket közrefogják, ezek biztonságosan tartsák. Tehát lehet egy remek vázizomzatunk, a nyugati ülő életmódból adódó gerinc problémákon tudunk enyhíteni ezzel. A második az, hogy lehet egy marha jó anyagcserénk, tehát hogy ezzel a mozgással, a különböző pózokkal, különböző helyeken vérbőséget okozva az anyagcserét nagyon jól tudjuk fokozni, és hogyha valaki tényleg műtét előtt áll, diétázik, az anyagcseréjét akarja ezzel pörgetni, akkor ez egy nagyon jó módszer lehet, jól meg kell választani a helyet, ahova megy. De ezt lehet csinálni. Otthon is lehet csinálni, vagy vezetve oktatóval is lehet csinálni. És a harmadik, amit akartam mondani, hogy fizikai, ez most nem jut eszembe, de majd időközben eszembe fog jutni. Tényleg. Igen. Még azt írtam ide fel, hogy mivel mind modern emberek vagyunk, dolgozunk, élünk egymás között, ezért hajlamosak vagyunk nagyon kifelé irányítani a figyelmünket. És elfelejtjük azt
a testet, amiben élünk. Persze felöltözünk reggel csinosan, kisminkeljük magunkat, elmegyünk dolgozni, odafigyelünk arra, hogy mit eszünk, hogy mit iszunk, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe, de ezen kívül igazság szerint nem érezzük, és nem vesszük figyelembe azt a testet olyan szinten, ahogy kéne, amiben élünk. És ezek a gyakorlatok, amik kívülről furcsának tűnnek sokszor, hogy ilyen kitekertek, meg ilyen-olyan izmot mozgassunk, hasonlók, ez egy olyan kondicionálás, egy olyan testérzet kialakításához nagyon jók, amikor elkezdjük érezni az izmainkat, a csontjainkat, az ízületeinket, azt, hogy mi történik a testünkben, amikor az anyagcserénk javul, amikor érezzük, hogy mi történik a belső szerveinkkel. Hogyha egy betegség, ismerek olyan jóga oktatót, aki előre megmondja egy héttel, amikor be fog lázasodni, tehát hogy érzi, hogy valami nem stimmel a testében. Tehát, hogy egy betegség kialakulását könnyebben nyomon tudjuk követni, vagy egy már meglévő betegséget jobban észrevenni, hogyha tisztában vagyunk azzal a testtel, amiben élünk. És nem csak kívülről, és a táplálkozás szintjén foglalkozunk vele, hanem próbáljuk úgy kondicionálni az idegrendszerünket, hogy összeköttetésben legyünk az egésszel, amiben vagyunk. Nehéz ilyeneket mondani egy doktornő előtt egyébként, de igyekszem. Igen, ezeket elmondtam. És hogyha ezek amúgy megvannak, tehát hogy tisztában vagyunk a testünkkel, és kezdjük jól érezni magunkat benne, szuper anyagcserénk van, úgy járunk WC-re, ahogy szeretnénk, mert nálam ez nagyon sokáig probléma volt, hogyha már ilyen őszintén beszélünk, hogy úgy járunk WC-re, ahogy szeretnénk, akkor az egy nagyon nagy megváltás tud lenni, hogyha ezzel történik valami pozitív irányú változás. És megvan az orvosunk is, aki segít a betegségünk kezelésében, megvan a táplálkozásunk, amit szeretnénk, akkor mondom azt, hogy lehet a jogának azzal a spirituális részével foglalkozni, hogy hogyan tudjuk a saját szellemi és lelki gátjainkat feloldani. Az olyan sérelmeket, a betegségből adódó sérelmeinket, vagy bármilyen olyan dolgot, amik megragasztanak minket egy helyen szellemileg, nem fizikailag, mert már ott tartunk, hogy ezzel jól vagyunk, akkor lehet foglalkozni nyilván ezzel a spirituális részével is, hogy rendben legyünk, mert az ember nyilván nem csak egy darab hús, van ott sok bonyolult lelki folyamat is, amin lehet dolgozni, ehhez is egy jó alap a jóga, szerintem. Az, hogy itt konkrétan az endometriózissal kapcsolatban mit tudnék mondani azok után, amiket ők elmondtak, azt nem tudom. Próbáltam én nagyon körüljárni ezt a témát így jogailag, de tényleg csak azt tudom mondani, hogy a hormonrendszert, a hormonháztartást ezt szabályozza. Nyilván ami közös bennünk, nőkben és a férfiakban annyira nem, bár nekik is van hormonális ciklusuk, de nem ilyen nagyon nyilvánvaló és látványos, mint a miénk, és nem ilyen rövid szakaszokra osztott. Ezt a hormonciklust is bizonyos gyakorlatokkal lehet rendben tartani. Nem azt mondom, hogy megváltani a világot, de ténylegesen magamon is látom, hogy ezt rendben lehet tartani vele. Vannak olyan gyakorlatok, amiket mondjuk a menstruáció idején nem ajánlatos végezni, vannak olyan, például a fordított testhelyzetek, amikor a fejünk lejjebb található, mint a lábunk és a törzsünk. Vannak olyan gyakorlatok, amik az ovuláció idején segítenek, vagy már a PMS szakaszban megnyugtatják a medencét, a medencében lévő izmokat.
és vannak kifejezetten olyanok, amik ugye a nyirokrendszerünket pörgetik át, amit mondjuk a terhesség első 3 hónapjában nem szoktunk végezni. Szóval ezt a bonyolult női rendszert lehet kicsit karban tartani. Bizonyos testmozgásokkal, bizonyos gyakorlatokkal, nem egy világmegváltó módon, de egy érezhető, pozitív módon lehet karban tartani. Egyébként többféle mozgással is nyilván ezt a testépítő hölgy is tudja, hogy nyilván nem csak egy menstruációs fájdalmat, ami nem a betegségből adódik, azt nem csak mondjuk joga órán tudjuk megszüntetni, hanem egyébként egy kardió edzéssel is lehet ebben olyan változásokat hozni, hogy ez pozitív lehet. És gondoltam, hogy egy kis interaktivitást vigyünk a dologba, úgyhogy meg akartam kérdezni, hogy volt-e már itt olyan, aki jogázott? Olyan is volt, aki többször jogázott, mint egy. Szuper. És aki nem jogázott többször, mint egy alkalommal, ő miért nem jogázott többször, mint egy alkalommal? Nem figyeltem. Én 2-szer jogáztam. És milyen jogát volt? Nem tudom, elmentem Budapesten, még az egyik barátnőmmel egy jóba órára, meg utána még egyszer, és inkább utána elmentem aerobikra. Én boxolni szoktam utána, de egyébként... Nekem nagyon nehéz megülni egy helyben. Az én órámon nem szoktak egy helyben ülni, mert hogy ez az astanga, ez egy olyan dologból alakult ki, ami Indiában egy férfi katonai kiképzésnek megfelelő dolog volt. Aztán ebből lett egy jóga irányzat, nem olyan durva, de nyilván ez egy dinamikus irányzat, le lehet izzadni, és a vázizmok erősítésére arra nagyon, nagyon nagy hangsúlyt fordít. Aztán elmegyünk boxolni, és akkor a többi látványos izmunkkal foglalkozunk, ami nem a vázizomzat, meg a kardió, de hogy ahogy én is látom a társaimat ökölvíváson, nekik sok esetben hiányzik a vázizomzat megerősítése, ami egyébként nem csak ilyen olyan szempontból érdekes, hogy milyen a vázizomzatunk, hogy fáj a derekunk, vagy nem, hanem nyilvánvalóan egy izomzat karbantartása az kapcsolódik nagyban az anyagcserénkhez is. Nagyon sok esetben találkozunk olyan, hogy a mély izomzat nincs a mindig megerősítve. Az nagyon, nagyon sok. Ugye amikor ülünk, akkor flexióba hátra megy a derekuk nagyon durván az embereknek, olyan szép kezdődős érvek vannak 30-as férfiaknál és nőknél, akik ebben a szögben dolgoznak egész nap. Hogyha más nem, akkor ezeket is meg tudjuk akadályozni az izomzatunk erősítésével. Tehát, hogy egy plusz problémát nem okozunk magunknak azzal, hogy elhanyagoljuk az izomzatunkat. És itt, igen? Mire lehet mondjuk jogázni, hogyha van valamilyen betegségünk, vagy akár műtét előtt, mennyire tudjuk így akár egy jóga segítségével felkészíteni a szervezetet, mennyire lehet egy jóga oktatóra bízni magunkat? Attól függ, kire egyébként. Most nyilván nem azt mondom, hogy itt név szerint fel kell sokat. Igen. Most laikusként nyilván ez egy... Hú. Tehát, hogy valaki műtét előtt áll, akkor ez egy komoly kérdés, vagy mondjuk, hogy ismeri például az endometriózist? Igen, ez amúgy komoly kérdés, mert én sem mennék amúgy akármelyik jogaoktatóhoz. Tehát jártam azon a jogaórán, amikor nekem ott zümmögni kellett, meg lélegezni, meg mondta, hogy engedjem el, meg nem tudom, ilyen olyan pózba engedjem el az izmaimat, és akkor én így gondolkoztam, hogy jó, elengedem, de hogy van itt egy ilyen... reciprok reflex, hogy az egyiknek feszítenie kéne ahhoz, hogy én a másikat elengedjem, különben vagy izomszakadás lesz, vagy kifordul az ízületem is. Szóval nagyon veszélyesek tudnak lenni a jógaórák, és az én jógaanatómia tanárom mondta, hogy a legtöbb jógaóra ez a gerincsérv jóga, amitől jó eséllyel lesz
évek múlva gerincsérünk, vagy legalábbis nem akadályozza meg. De van nagyon sok olyan jógaoktató, aki, mint én is, rengeteget foglalkozott az anatómiával, mert nekem ez a fix ideám, hogyha valaki olyan jogára megy, ahol tényleg a spirituális részével foglalkoznak másfél órán keresztül, annak nem kell tudnia, hogy mi történik az ember testében. De hogyha valaki oda jön hozzám, és én a testével foglalkozom másfél órán keresztül, akkor nekem azt kutya kötelességem a kislábúja körmétől a feje bubjáig ismerni, mert én nem fogom őt tönkretenni. Tehát, hogy hozzám ne jöjjön vissza utána senki azzal, hogy én őt tönkretettem. Tehát, hogy ezzel nagyon sokat foglalkozom. Úgyhogy előre meg lehet kérdezni, hogyha olyan helyre megyünk, hogy ő foglalkozott-e ezzel, vagy ismeri-e az ilyen-olyan betegségeket. De én például foglalkoztam vele, én a hasi műtét előtti nap még jogáztam, aztán másnap már az előrehajlással próbálkoztam, mert a kórházi ágy az megviselte a derekamat. De egyébként nem szóltak semmit, meg nem is lett ettől semmi bajom. Hát tudtam, hogy mit csinálhatok a saját testemmel. Meg az anyagcsere részében nagyon sokat segített tényleg, hogy műtét előtt az olyan legyen, hogy ott nem marad semmi salak, szemét, olyan, aminek nem kéne ott lenni. Ezt mozgással nagyon jól tudjuk egyébként kontrollálni, szerintem. De amúgy bárki jogázhat, aki beteg. Aki olyan beteg, hogy nem tud fölkelni, ő nem fog jogázni, de általában bármilyen betegséggel lehet jogázni. Vannak féllábú jógaoktatók is, tehát, hogy aki még kúszik, mászik és energiát érez magában, annak ajánlott bármit tenni azért, hogy ez jobb legyen. 2 percünk van kávé, hogyha... Még lehet nyugodtan kérdezni. Tényleg amúgy vannak mindenféle jógázóim, vannak olyanok is, akik nem esnek, vagy nehezen esnek teherbe. Van olyan, aki elvetél többször, akinek átfújták a betevezetékét, akinek egy üvegajtó levágta a karját, és visszavarták. Tehát, hogy így A-tól Z-ig mindenféle test és probléma megfordult már nálam, úgyhogy nyugodtan lehet kérdezni bármit. Nem hallom. Gyerekeknek. Hát a gyerekeknek nagyon jó egyébként. A kicsiknek azért jó, ilyen 3 éves kortól már lehet, mert ott már van azért egy bizonyos figyelem, amit fenn lehet tartani. Maximum egy ilyen 30-35 percig, úgy 3 éves kortól. És a koordinációs készséget fejleszti, a két agyféltekét, hogy összehangolják, tehát hogy vannak ilyen mindenféle furcsa gyakorlatok, amit még felnőttként is alig tudunk megcsinálni. Ami tényleg a koordinációját fejleszti, aztán később tinédzserkorban azért jó, amikor már ilyen hosszú végtagjai vannak, és nem tud velük mit kezdeni, meg nagyon új a teste, ahogy változik. Ezt így ennek az áldásos hatásait is egy kicsit lehet csökkenteni, tehát hogy a figyelmüket helyre lehet hozni ezeknek a kis 13-14 éveseknek. Bizonyítottan amúgy vannak róla ilyen kutatások is, hogy utána a tanórákon hogyan figyelnek, akkor, hogy a kis kezdődő, berobbanó hormonrendszerük is azért nem egy ilyen otthoni orkánban egyesül, hanem tényleg azért levezetik ezeket az energiákat, és nyilván az izomzatuk, meg a mozgásuk is így változik. Van nálam egy 13 éves gerincferdüléses lány is egyébként, nagyon durva gerincferdülése van, de én elképedtem, hogy ezek a gyerekek milyen puhák ahhoz képest, amilyenek mondjuk mi 26-7 évvel ezelőtt voltunk. Nagyon el vannak hanyagolva a gyerektestek mostanában, és nem csodálom, hogy ennyi gerincferdüléses és hasonló egyéb problémájuk van, figyelemzavar, meg hiperaktivitás. Köszönöm szépen! De köszönöm szépen.